Sziasztok, kedves nézőink! Nem akármilyen autóz idéztük meg Varga Tibor urat. Sziasztok! Aki az autóvizsgálat.hu képviseletében át fogja nekünk most vizsgálni ezt a 418.000 kilométernél tartó Ford Focust, ami taxi volt. Ugye taxit szabad-e venni, használtad, de rögtön felmerül az emberben. Érdemes. Az első, ami felmerül az emberben, hogy hova tűnik az a rengeteg taxi a piacról, amit ugye már nem taxi, tehát excesítik. Három verzió van, vagy eladják, vagy kilövik a marsra, vagy elássák a mezőn. Nyilván általában az első szokott lenni, de a legtöbb taxit azt nem úgy árulják, mint volt taxi. Ez az autó kivétel, itt megmondták egyébként, hogy taxi volt. Itt majd erről is beszélni fogunk, hogy azért nagyjából hogy lehet észrevenni jelekből, hogy egy taxi az taxi volt. Piacilag ez egy átütő sikert arató autó, ugye 2004-től 2011-ig voltak piacon ezek a Ford Focusok, mind a facelift utáni, mind a modellfrissítés előtti, a 2008 előtti nagyon-nagyon sikeres autó, és nem véletlenül, mert nem csak rendkívül gazdaságos, hanem még tágas és biztonságos, és a kényelme is jó, vezetni is jó, futóműve is jó, váltója is jó, és az alkatrészárai is kedvezőek. Meglepően kevés elem van fényezve az autón, ami viszont van, az jó csúnyára sikerült. Nagyon sok jelből észre lehet venni egy volt taxina, volt taxi mi volt, tehát például ugye nagyon sok autót felmatricáznak budapesti taxiként sárgára, és nem mindig sikerül eltávolítani tökéletesen a taxikat, mint itt például a hátsó klincsnek a tövébe a gumi mögött, vagy a sárvédési lökhárító találkozásánál is maradt egy kis matrica, tehát ezekből a sárga matrica maradványokból azért hamar ki szokott derülni, hogy taxi volt, vagy budapesti taxi volt az autó. Ugye a vidéki taxikon ez nincs, úgyhogy ez inkább csak a budapesti taxikról derül ki. A Fordokat egyébként kicsit nehezebb a fényezését beazonosítani, hogyha javították már, mert óriási eltérések szoktak lenni a gyári fényezésben is. Többször találkoztunk már 300 mikron feletti réteg vastagságokkal, elsősorban Mondeókon, ami valóban gyári fényezés volt, egyszerűen így jött ki. Milyen vastag fényezésre számíthatunk ennél a különösen csinos elemnél? Igen, hát itt a fényező szakember az megcsillogtatta a tehetségét, mert valami hihetetlen borzalmasra sikerült a fényezés, illetve a gittelésnek a minősége. Ránézésre azt gondolnánk, hogy itt 5 vödör gitt van, viszont meglepő módon nem is olyan vastag a réteg vastagság. Satszonon kéne itt lesz egy kicsit vastagabb, itt mindjárt megnézzük. Igen, itt azért van bőven, de nagyon sokszor nagyon jó minőségű fényezés alatt is bőven többet láthatunk. A Fordoknak, illetve ezeknek a Focusoknak több különlegességük van, az egyik az a motortérnek a nyitási mechanizmusa. Nagyon fontos, az embléma mögött van a zár, hogy mindig egy kicsit húzzuk ki az emblémát, és úgy fordítsuk el, mert különben összekarcolja a fölötte lévő chromediszt. Mint mondtuk, kulcsa lehet nyitni, szintén fontos, hogy picit nyomjuk le a gépháztetőt, aztán nyissuk fel, és nagyon-nagyon fontos, ezt minden Ford tulajdonosnak el szoktuk mondani, hogy az olajzó spray a legjobb barátunk. Egy 3-4 havonta, akinek ilyen Fordja van, hasznos ide befújni egy kis olajzó sprayt, illetve ide a zárba is. Ugye látható, hogy itt is a zár olyan száraz, mint a legjobb Martini. Gondos családapaként a tulajdonos kiválasztotta a szerintem legjobb motorverziót, ehhez a 90 lóerős, a nagybátyámnak is ilyet vettünk a családban, tehát szerintem nem véletlenül tette ezt ő is. Ugye ebben nincsen részecskeszűrő, mint a 109 lóerősben, nem kell benne 120 ezerenként gyári előre szerint cserélni, vagy mosogatni, nem kell bele adalékot tölteni 60 ezerenként. És egyébként nagyon stabil és megbízható motor, de azért egy-két baj ennek is lehet. Több olyan típus jellegzetessége van, amire érdemes odafigyelni, és egy pici kis gondoskodással vagy odafigyeléssel nagyon meghosszabbíthatjuk az alkatrészek élettartalmát. Az egyik az a turbónak az olajzó csöve. Két darab csavar tartja ezt a csövet, egy itt felül a turbónál, egy pedig alul a blokknál. Érdemes kivenni a blokkba lévő alsó csavart, abban gyárilag bele van tönködve egy ilyen kis szitaszűrő, ami el tud dugulni, és utána nem eléggé felkészült szerelő nem győzi cserélgetni a turbókat, mert felrakják az új vagy felújított turbót, tehát majdnem két hónap múlva tönkre megy az is, mert nem kap rendes olajzást. A legtöbb autóban ugye eleve nincs ilyen szűrő, és teljesen értelmetlen is, hiszen az olajszűrő sokkal finomabb, mint ez a szitaszűrő. Porlasztók tövébe szokta ez a motor engedni az olajat, illetve a szelep fedél alatt, illetve meg tud növekedni a kartergáz nyomás, ezáltal el tudja kezdeni fogyasztani az olajat is. Itt van fent a szelep fedél tetején egy kis membrán. Ez a membrán ez le tud ragadni, és akkor elkezdhet füstölni az autó, illetve hosszú távon, mivel hogy a turbóba is visszatermeli a koszt, lerakódik a tutyi a motorban. Tehát a jó hír az egyébként, hogy ez rá is van ragasztva, tehát elvileg nem lehet szétszedni, de azért ügyes kezek ezt meg tudják takarítani is, de lehet venni komplett szeletfedelet is, annyira nem vészes egyébként a Fordoknál azt érdemes tudni, hogy azért a gyár erre külön odafigyelt, hogy amit olcsón meg lehet venni alkatrészeket, szereti összeszerelni 2-3 darabba, és akkor így jóval drágábban el lehet adni ezeket az alkatrészeket.
de mint tudjuk, ugye a HDI motor az egy nagyon hasonló konstrukció, igen, mint ez a motor, és rengeteg alkatrész megegyezik, és ők viszont, tehát a franciák viszont külön is eladják ezeket az alkatrészeket, tehát sokkal olcsóbban a javításokat megúszhatjuk. Gyárilag ugye 1 év vagy 20 000 km az olajcsere periódus, amit azért a nagyon hosszú távon használt autóknál lehet tartani, de azért nem árt egy 10-15-re visszavenni, és mondjuk egy 40 000 km élik benne olajszűrőt is cserélni, ez sűrűbb, mint a gyári periódus. Tudjuk, hogy sokba kerül, ugye 30 000 forint körül van egy ilyen gázolajszűrő, de ez az egyik záloga annak, hogy a dízelmotor hosszú ideig, hosszú távon is jól működjék. Na, felemeltük ezt a jószágot, és hát mint a legtöbb ennyi kilométeres turbodízel motor, ebből is azért itt ott folyik már a motorolaj. Valószínűleg itt a kartertömítésnél engedi el, a hátsó főtengely szimmeringnél, illetve az első főtengely szimmeringnél. Ez nem világvége probléma, orvosolható. Gyakori probléma ezeknél a motoroknál, hogy a főtengely jeladónak a vezetéke megtörik, egy elég szerencsétlen helyre van ide beépítve, és kapott hideget, meleget, sót, mindent. Tönkre szokott menni a csatlakozó, itt már valaki egy kábelkötegelővel odahúzta, gondolom megelőzve ezt a problémát, vagy orvosolva ezt a problémát. Hogyha itt a jeladónak valamelyik vezetéke nem érintkezik tökéletesen, abban a pillanatban megáll a motor. A motor kitámasztó bak, a hátsó bak, ez teljesen ki van szakadva. Itt, ha mozgatjuk, akkor jól látható, hogy benézzük, jól látható, hogy valószínűleg ez okozza a motor erős remegését. A hátsó lengőkar szilemblokkok is ki vannak szakadva. Sokszor Fordhoz érdemes megvenni szilemblokkostól, gömbfejestől, mindenestől az egész lengőkart, mert gyakran olcsóbban járunk, mint a külön megveszik az alkatrészeket. Amit láthatjátok, itt szegecselve van a gömbfej. Ettől még egyébként ki lehet cserélni, le kell csiszolni a szegecseket, kiütni, és amit beépítünk gömbfejet, ahhoz csavarokat adnak, de hogyha kiszámoljuk, hogy mennyibe kell egy gömbfej, meg egy szilemblok, gyakran jobban megéri az egész lengőkart komplet cserélni. Könnyű egyébként nagyon elrontani is a szilemblok cserét, mert nagyon gyakran azt csinálják, hogy leszedik a lengőkart, belepéselik a helyére, és ebben a pozícióban, tehát felemelt pozícióban teszik be, ezáltal dupla előfeszítést kap a gumi. Igen. Tehát mindig szilemblokkot beszerelni, illetve belepéselni, mindig olyan pozícióba kell, hogy terhelve van a kerék, tehát akkor van nullállás, akkor van terhelhetlenül a gumi, mert különben akár 30-40 000 km alatt kiszakadhat újra. Ugye hátrafelé szoktak az autók általában rúzásabbak lenni, nem az elejük. Ennél az autónál is itt ütköznek ki a korrózió első nyomai, de egy 12 évre ráforduló fókuszhoz képest ezek nem vészes jelek, és a facelift utániaknak tényleg jobb a rozsdavédelme, mint a 2008 előttieknek valahogy. Igen, a típushoz képest kimondottan szép rozsda viszonylatban az autó alja. Amikor álltunk be, akkor erős kopogást hallottunk a hátsó futóműből, jól látható, hogy mi az oka. Ennek a rövid keresztlengő karnak a szilemblokjai tönkre vannak menve, itt is jól látható, hogy mozog, illetve még inkább látható és belső fele, hogy teljesen szét van menve, itt a széle már eléri a fém a fémet, és valószínűleg ez okozza ezt a kopogást. Felén pedig a lengés csillapító már eleresztette az olajat, folyik, azért ez praktikus mindig párban cserélni. Hogyha ilyen fókuszt kerestek, akkor nagyon nézzétek meg a rugókat, mert a rugótörés egy abszolút sűrűn előforduló típus problémája ennek az autónak. Itt viszont úgy tűnt, hogy mind a négy egyben van. Így van, és gyakran az első rugó szokott egyébként eltörni. Az autó vezérlőegységeiben két hibakódot találtunk a múltból. Tipikusan ezek azok a hibakódok, amiktől nem kell megijedni. Nagy valószínűséggel a múltban lemerült az akkumulátora, és ilyenkor az történik, hogy nem azt írja ki a műszer, hogy nem volt, hogy nincs elég feszültség a rendszerben, hanem azt, hogy valamelyik vezérlő egy másik vezérlővel nem tud kommunikálni, és akkor ilyen kommunikációs hibákat látunk. Ezeket a kitörőjük nem szoktak visszajönni, ezek egy szinte biztos tanúbizonságai annak, hogy lemerült a múltban az akkumulátor. A másik hibakód az ABS rendszerben van, annak, pontosabban annak a vezérlő egységében, kormányszög érzékelő hibakódot láthatunk. Ez szintén az akkumulátor lemerülésnek az eredménye. Sokszor nagyon jó pénzeket szakítanak ügyes szakemberek kormányszög érzékelő cserével, mert hogy ilyen hibakód van az autóban. A valóság az, hogyha lemerül az akkumulátor és ilyen hibakódotok van, akkor annyi a feladat, hogy a kormánykereket végállásig el kell tekerni, egy picit megtartani, ellenkező irányba is eltekerni, picit ott is megtartani, és innentől megtanulja a kormányszög érzékelő a végállásokat, újra megtanulja a pozícióját, és ez a hibakód nem fog utána visszajönni, viszont sokan nagyon jó pénzeket fizetnek ezért a problémáért, illetve a megoldásáért.
418 ezer kilométerre fordul rá hamarosan ez a Ford Focus, amivel próbaútra indultunk. Hátul intenzív kopogás jön a futóműből, és a műszerfalon belül is van egy ilyen jellegzetes rezgése az autónak. A kormányzása az még most is teljesen rendben van. Ugye a kormányszervó szivattyú ezeknek egy viszonylag gyakori problémája, de ezen az autón ezzel nincsen probléma. Váltó az még kicsit karcosabban működik és jár, mint a kevesebbet futott modellekben, de egyáltalán nem vészes. Szoknyát kellett cseréltetni, ez látszik, hogy egy ilyen elégítvány után gyártott megoldás pótolta a gyárit, de ez legalább nincsen kiszakadva. És egyébként a belső tér állapota az a 418 ezer kilométerhez képest teljesen jó. Tehát általában a fókuszoknál ezek a kopások, ezek ilyen 180-200 ezer kilométeres autókban is már megvannak. Tehát a gombok, meg ezek a középső ezüst felületek, ezek bizony nem tartanak sokáig. A kormányt az kicseréltett egy bontotra, a tulajdonos 20 ezer forintot adott a kormánykerékért, ennek jó állapotú még a bőrborítása. Nagyjából ilyen 20-25 ezerért csinálják meg normálisan az újra bőrözést is, tehát ez egy jó megoldás volt. ESP-t már tettek ebbe a modellgenerációba is a facelift után, csak nincsen kikapcsoló gombja, mint a 2008 előttiekben, de ettől még az ESP benne van. 90 lóerőnk és 215 Nm-ünk van. Ennek az autónak parádés a fogyasztása. 5,1 literen áll az átlaga, de ennél akár kedvezőbbet is ki lehet belőle hozni. Tehát tényleg hosszú utakon 4-4,5 literrel tudtok számolni. Elképesztően jól fogyaszt az autó. Ráadásul ugye a tank is 55 literes, tehát kiváló nagy hatótávja van. Sikerült megint egy olyan autót hoznunk, amitől a legtöbb átlagember hanyatomlok menekülne. Ugye 418 ezer kilométeres dízel, kombi, taxi volt, stb. De nehez képest szerintem egy nagyon tisztességes Ford Focus volt itt. Pontosan, tehát a legtöbb embernek ez az autó maga az antikrisztus, amitől tényleg mindenki távol próbálja tartani magát, pedig őszintén szóval műszaki szempontból, vagy szakember szempontból, ha most ebben az autóban 250 ezer kilométer lenne, kb. Pont ugyanilyen műszaki állapotban lenne. Tehát nagyon jól látszik, hogy egy bizonyos kilométer után már majdnem tök mindegy, mennyi van az autóban. Tehát az, hogy egy pár lengőkart cserélni kell a hátsó futóműben, kicsit folyik az olaj a motorból, ez 250-nél nagyon gyakran előfordul egy másik fókusznál is, ami meg nem volt taxi. Viszont azok félmillióval többbe kerülnek. Tehát itt akkor érdemes rajta elgondolkodni, hogy voltak éppen mitől is félünk annyira. Hogyha tetszett a műsor, akkor nagyon örömmel várjuk a ti autóitokat is. Hogyha van olyan, amit esetleg 2-ből 3-ból vágtak össze, nyugodtan küldjétek el, más is vett összegányolt használt autót, nem vagytok ezzel egyedül, ha tanuljanak belőle az emberek, szeretnénk ugye segíteni ezzel a műsorral. Magunknak meg hát mit kívánhatnánk még? Sütit. Sört. Férfi méretű tangabugyit. Vagy egy tangabugyis kormányos E46-ost esetleg, minden esetre küldjetek nekünk autókat, akkor folytatjuk az értékbestőt. Ha tetszett, akkor iratkozzatok föl, nagyon örülünk egy like-nak is, és köszönjük szépen a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok.